Ahogyan az jól látszik, az átkelés korán sem egyszerű a Bonyhádi út elágazó busz megállójából a Bor utcába. Gyalogos átkelőhely nincs a közelben, így az átjutás igencsak körülményes és balesetveszélyes. Gréci félegyházi gyöngyvér önkormányzati képviselő már évekkel ezelőtt szeretett volna gyalogos átkelőhelyet létesíteni ezen az útszakaszon. Annó akkor azt a választ kaptam a közlekedésfelügyelet szakemberétől, hogy nem lehetséges gyalog átkelőhely létesítése. Így felvetődött annak lehetősége, hogy a Bor utcán közlekedjen egy buszjárat, ami megoldaná ezt a problémát. 2022-ben bár elindult egy járat, azonban ez 2023-ban költséghatékonyság szempontjából megszűnt. A közgyűléstől kértem, hogy csak és kizárólag azzal a kitétellel engedélyezzük ezt a menetrendmódosítást, hogy a Siógárdi járat a Bor utcán közlekedjen. A Siógárdiak és a település önkormányzata idén egy nyilatkozatban hozzájárult ahhoz, hogy plusz 2-3 perccel a menetidő növekedjen, az ő részükről biztosított lenne az, hogy az összes járat bemehessen a Bor utcába. Ugyanakkor a Volán már úgy küldte el a közlekedési tanácsnak a menetrendmódosítással, idei menetrendmódosítással kapcsolatos kérését, hogy kifelé, vagy hát Szekszárd felé egyetlen járatot, reggeli járatot enged be a Bor utcába, és hazafele pedig két délutáni járatot. A képviselő szerint az utcába Siógárdról Szekszárdra napszakonként 1-2, Szekszárdról Siógárdra legalább 8 járat létesítése indokolt lenne. Kajsza Péter és családja a Bor utcában lakik. Elmondta, a lánya az iskolából hazafelé busszal közlekedik. Az átkelés akár 5-10 perc várakozást is igénybe vehet. Megállapodtunk abba, hogy egyszer fölhív, amikor leszállt a buszról, és egyszer fölhív, amikor átért az úton. És nem egyszer, nagyon sok perc telt el ez a kettő között. A rendőrség több alternatívát is kidolgozott a helyzet megoldására. Ebből a legkézenfekvőbb, hogyha újra a Bor utcában történne a buszjáratoknak a menetrendje. Ezzel tulajdonképpen egy huszárvágása ezt a most lévő problémát, ami ilyen baleset veszélyes, meg lehetne oldani. A témával kapcsolatban megkerestük a Volánbuszt is. A társaság tájékoztatott arról, hogy ők szolgáltatásaikat az önkormányzat megbízása alapján végzik. Válaszuk arra nem tért ki, hogy a jövőben terveznek-e több helyközi járatot bekapcsolni a közlekedésbe.